Let me say good evening, everyone. Én is hadd köszöntsek minden jelenlévőt. Indeed, I am very happy to be here with you all. Én is nagyon örvendek, hogy itt lehetek közöttetek. And to see the new faces among us. És hogy új arcokat láthatok itt. It is my first time in Europe. Én először vagyok itt Európában. This is my second stop. I was in Germany last week. Ez a második állomásom. Múlt héten Németországban voltam. And now we're here in Hungary with you all. És most itt vagyok veletek Magyarországon. And we'll be in Romania the coming week. És jövő héten pedig Romániába megyünk tovább. As we stop to share with these in these different countries. Ahogy ezekben a különböző országokban jártunk az evangéliumot hirdetni. I am very much aware that the culture changes as we go. Azt találtam, hogy a különböző kulturális változások vannak, tehát más kultúrák ezek. So I'm asking you please. Úgyhogy ezért arra szeretnélek kérni benneteket. Be patient with me, a Jamaican. Hogy legyetek türelemmel irántam, aki jamaikai vagyok. Sometimes I get real animated. Néha egy kicsit élettel teli vagyok. And sometimes I shout. És néha egy kicsit felemelem a hangomat. Please, I don't mean any harm by this. Én ezt nem ellenségeskedésről szánom. I just get enthused sometimes when I look at the good news of salvation. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor olvasom az üdvösség jó hírét, ez lelkesedéssel tölt el engem. When I see the plan of God in saving a sinner like me. Amikor látom, hogy Isten milyen csodálatos tervet talált, hogy megmentsen engem bűnöst. Sometimes I just want to say hallelujah. Olyankor eltölt az öröm, és azt szeretném mondani, hogy hallelujah, dicsőség Istennek. So be patient with me. Úgyhogy kérlek, legyetek türelemmel irántam. Let us pray. Most pedig imádkozzunk. We are very thankful, our Father. Atyánk, köszönjük neked. For this great love which you have for us. Hogy te úgy szerettél minket. And we thank you so much, Lord, that you are the Father you are. És köszönjük neked, hogy te atyánk vagy. Accept us this evening as children of yours. Kérünk, hogy fogadjál minket, mint gyermekeidet ma este is. As we open your words again to look at the wonderful truths you have there for us. Mert szeretném megnyitni most a te igédet, hogy megértsük a te csodálatos igazságaidat. We pray that the reality of what we will discuss will reach our hearts. Kérünk téged, hogy amit olvasunk, az valósággá lehessen a mi szíveinkben. Because I know nothing will affect us except it reaches our hearts. Mert tudjuk, hogy semmi más nem hathat ránk, csak az, ami eljut a szívünkig. So I know, Lord, that I am weak and feeble and I'm not able to do this. Tudom, Uram, hogy én gyönge vagyok és erőtelen, és alkalmatlan vagyok önmagam megtenni mindezt. But I know you, by your spirit, can take these words. De tudom, hogy te, a te lelked által képes vagy elvinni ezeket az igéket. And plant them in our hearts. És erőtetni a szíveinkben. And they shall bring forth fruits unto you. Hogy gyümölcsözzenek te neked. So do this for us this evening, we ask. Ezért kérünk, hogy tedd meg mindezt értünk ezen az estén. In your son's name, amen. A te fiad nevében. Amen. Amen. The topic I want us to examine this evening. Ma este egy nagyon fontos témát szeretnénk áttekinteni. Is the two Adams. Ez a két Ádám tanítása. The Bible does talk about two Adams. Ugyanis a Biblia két Ádámról beszél. I know most Christians are aware of one Adam. Tudom, hogy a legtöbb keresztény tisztában van azzal, hogy volt egy Ádám. And that was the first man that was made. És hogy ő volt az első ember, akit Isten teremtett. But there's another Adam that is talked about in the scriptures. De a Szentírás beszél egy másik Ádámról is. And we want to examine these two. És ezt a két Ádámot szeretnénk most megvizsgálni. Now, as the speaker before me said, az előttem szóló David már említette korábban,
you may hear things said that you have never heard before. Hogy olykor hallunk olyan dolgokat, amelyek teljesen újszerűek hatnak, amiket sosem hallottunk korábban. Don't get alarmed at what is said. De ne gondoljuk azt, hogyha valami újat hallunk. Examine the scriptures to see if those things are so. Akkor az feltétlenül rossz, hanem vizsgáljuk meg a Szentírásból, hogy valóban úgy vannak-e a dolgok. If the scripture doesn't say so, hogyha a Biblia nem ezt mondja, then you should get alarmed. Na akkor óvakodnunk kell ezektől. But if the scripture says so, de hogyha a Szentírás megegyezik vele, then ask the Lord to lead you into the truth of the scriptures. Akkor kérnünk kell az Urat, hogy vezessen el minket az ige megértésére. So I'd like to set that premise before we start. Ezt előzetesen el szerettem volna mondani ismét, mielőtt elkezdtem. So I'm going to make my first alarming statement. Most egy figyelemfelkeltő kijelentéssel szeretném kezdeni. Here's the statement. Íme ez a kijelentés. You are not saved by the good things you do. Nem a jó cselekedetek mentenek meg minket, amiket mi cselekszünk. Neither are you lost for the bad things you do. Sőt, nem azok a rossz cselekedetek miatt kárhozunk el, amit teszünk. Keep this in mind. Tartsuk csak ezt észben. Because I'm sure the next question is, how then are we saved? Mert nyilván akkor felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan üdvözülhetünk. And that is what we want to examine. És ez az, amit igazán meg szeretnénk vizsgálni. Now, my first question is this. Az első kérdésem tehát ez. What is man's basic problem? Mi az ember alapvető problémája? What is the problem that man has that makes man unsavable? Mi az a probléma, ami az embert alkalmatlanná teszi az üdvösségre? Let's examine this in the book of Romans. Go with me to Romans quickly. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést Róma beliekhez írt levélből. Lapozzunk ide. I'll read you three verses from Romans chapter 7. A hetedik fejezetből olvasnánk el három verset. And in Romans 7, I'm going to be looking at verses 19 to 21. A hetedik fejezet 19. versétől olvassuk a 21. versét. For the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Now if I do that which I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law, that when I would do good, evil is present with me. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Now notice what Paul says. Paul says, he finds that when he want to do something good, he would do the wrong. Mit is mond itt Pál? Azt mondja, hogy ő szeretne valami jót tenni, de képtelen rá, hanem csak a gonosz tudja tenni. And he wonders, why does he keep doing the wrong? És csodálkozik azon, hogy hát miért cselekszik folyton a gonosz? Then he comes to a realization. És aztán egy felismerésre jut. He came to a knowledge that helped him to understand what was happening. Eljött egy olyan felismerésre, ami segít számára megérteni, hogy mi is történt. Now he says, if when I want to do good, I find myself doing evil, it is not me that is doing it, it is something called sin that is dwelling inside of me. That is what is doing the evil. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy én szeretném a jót tenni, de nem tudom, hanem a rosszat teszem. És ekkor jut a felismerésre, hogy valójában már nem én teszem azt, hanem van bennem valami, a bűn az, ami ezt teszi én bennem. And so he says he finds this to be a law or a rule of his own nature. It was a way his nature was, naturally. Tehát azt mondja itt, hogy van itt valami az ő testében, amit egy törvénynek nevez, egy törvényszerűségnek, ami arra kényszeríti őt, hogy a gonosz cselekedjen. And that was any time that he wanted to do good, evil was present with him. És ezért akárhányszor jót akart volna cselekedni,
a gonosz cselekedte. This evil was present because of something he said that was in him, and that was sin. Azt mondja, hogy azért nem tudta a jót cselekedni, és azért volt a cselekedete gonosz, mert benne volt valami, amiről itt azt mondja, hogy a bűn. A bűn volt benne. Therefore, by this, man was incapable of doing good. Tulajdonképpen azt mondja itt Pál, hogy az ember képtelen jót cselekedni. Why was this so? Miért? Why was man incapable of doing good? Miért képtelen az ember jót cselekedni? Let's go to Romans chapter 5 and see if we can find an answer. Lapozzunk egyel vissza az 5. fejezethez. In Romans chapter 5, tehát az 5. fejezetben ezt olvassuk. And verse 12 we look at the reason why man is incapable of doing good. A 12. vers megmondja nekünk, hogy az ember miért képtelen a jó cselekvésére. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for that all have sinned. Annak okáért, amiképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Now, according to what Paul shows us here, he says the way that sin came into the world and actually came inside of man was because of one man. Tehát itt Pál azt mondja, hogy a bűn egy emberen jött be a világ, egy emberen keresztül jött be a világra, és a halál is egy emberen keresztül jött be a világra. Who was this man? Ki volt ez az ember? This man was Adam. Ez az ember Ádám volt. The first Adam, right? Az első Ádám. The first man made. Az első ember, akit Isten teremtett. But if Adam sinned, how did it affect me? De hogyha, and you? De hogyha Ádám vétkezett, ez hogyan vonatkozik ránk? Rám is rád. The verse says, because of one man's sin, death, which is the result of sin, passed upon all men. Mert ez az igevers azt mondja, hogy egy ember vétkezett, és a bűn és a halál minden emberre elhatott. And for this reason it says, for all have sinned. És ez a vers azt is mondja, hogy mert mindenek vétkeztek. No, that means before I was born, I sinned. Ez azt mondja, hogy már azelőtt, mielőtt megszülettem, már vétkeztem. When would I have sinned? De hát mikor? I would have sinned in Adam, right? Csak és kizárólag úgy lehetséges ez, hogyha Ádámban vétkeztünk. I see some little puzzles on the faces, so let's see if we can look at a couple more verses quickly and clear this up. Úgy tűnik számomra, hogy ez némi right. zavart okoz ez a gondolat, úgyhogy right. talán érdemes megnézni néhány más igeverset is. Let's look at Acts chapter 17. Lapozzunk ezért apostolok cselekedeteinek 17. fejezetéhez. And see how the Bible speaks about Adam and the human race. Itt azt látjuk, hogy a Biblia hogyan szól Ádámról és az egész emberi nemzetségről. In Acts chapter 17 and verse 26 it says this. A 16. versben így szól. And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth. Elnézést, 26. vers. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén. Does your version say blood? Yes. Your version says blood. The word blood is really a supplied word, and some versions leave this term blood out. Tehát az eredeti szöveg szerint ez a vér szó, ez egy betoldás, tehát nincsen benne az eredetiben. In other words, the verse is really saying that God has made of one all nations. Tehát tulajdonképpen pontosítva így kellene ezt olvasnunk, hogy Isten az egész világot egyből teremtette. Right. Some people get into the idea of saying, well, we don't all have one blood, meaning that our blood types all differ. Tehát egyesek ezt úgy veszik, hogy hát nem is lehet egy vérből, mert hát a vér right. típusunk az különböző. So it is not talking about that red
plasma that flows from our veins. Tehát itt nem arról a vörös színű plazmáról beszél, ami a vénáinkban. The word is really life. The word is really life. He has made of one life. Tehát itt azt jelenti ez az ige, hogy ő életet, egy életet teremtett. In other words, think about this. Gondoljuk csak meg. God created one life. Isten egyetlen életet teremtett. And that one life was Adam's life. És ez az élet Ádám élete volt. God never created another life after Adam's life. He never created another life. Isten soha máskor nem alapotott közvetlenül más emberi életet. If you look at the Genesis account of it. Hogyha megnézzük a Mózes első könyvében található leírás. Even Eve came out of that life. Még ott is azt találjuk, hogy maga Éva is ugyanebből az életből lett teremtve. And that same life has been reproduced over thousands of years and has been sent down to you and me. All of us have the same life. És ugyanez az élet öröklődött, örökítődött évezredeken át, és ez az az élet, ami bennünk is van. So think about it this way. One life that Adam had was corrupted at the very beginning. Ezért így kell gondolkodnunk erről, hogy Ádámnak volt egy élete kezdetben, azonban ez az élet beszennyeződött. And that corrupt life was passed on to all the generations that came. És ez a beszennyeződött élet lett tovább örökítve az összes őt követő nemzedéknek. I'm going to give an example. Hadd mondjak egy példát. I hope it's not too graphic. Remélem, hogy nem lesz túl bántó. Let's say a woman develops AIDS. Tegyük fel, hogy egy asszony AIDS-es lesz. So our entire body is filled with this disease. És ez az egész testét betölti ez a betegség. But by the time she found out she had AIDS, she was already 7 months pregnant. De amikor kiderül, hogy AIDS-es, addigra már 7. hónapos terhes. What is going to be the natural result of the child that she bears? Mi lesz a természetes állapota annak a gyermeknek, amelyet meg fog szülni? The child will have AIDS. Tehát a gyermek is AIDS-es lesz. Now, in a similar way, see, this is dealing with flesh connection, but sin is really not flesh connection. Tehát ugye ez itt testi kapcsolat, a bűn pedig nem pusztán a testtel van kapcsolatban, de mégis van egy párhuzam. It is more than that. We got from Adam something that is called a fleshly or carnal mind. Tehát több a bűn a testnél, mert Ádámtól mi nem csak testet örököltünk, hanem egy testies gondolkodási módot is. That is why it was necessary for Brother David to have talked about what he did before. Ezért volt fontos az előző előadásban az, hogy megalapoztuk, hogy az embernek van egy lelke is. That you'll understand that we all have something called a mind or a spirit. Tehát minden embernek van egy gondolkodása, egy lelke is. In fact, let's look at a verse in Romans chapter 8. Nézzük csak meg, hogy mit mond Róma levél 8. fejezete. I'm going to read you 3 verses quickly from Romans 8. Róma 8-ból 3 verset olvasnánk el. And here are the 3 verses, verses 6 through to 8. A 6-tól a 8. verset olvassuk. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Now, according to what this verse says, it says there is something that all of us possess that is called a carnal mind. That is verse 6. Yes. Or what verse 8 is? Verse 8. Verse 8. Whoever.
Okay. According to my translator, tehát a fordítónk szerint itt egy kicsit más a mi fordításunk. It says that his translation, his version says it speaks of the thought of the flesh and the thought of the spirit. Tehát itt a magyar a test gondolatáról, illetve a lélek gondolatáról beszél. It simply means that those who are in the flesh has a fleshly mind. Ez annyit jelent, hogy akik a testben, akik testben vannak, nekik testies gondolkodásuk van. Those who are born once, azok, akik csak egyszer születtek, has a fleshly mind. Nekik testies gondolkodásuk van. In fact, look at what John says in John 3. Jesus. Ezt könnyebben megérthetjük, hogyha János Evangélium a harmadik fejezetéhez lapozunk, ahol Jézus beszél erről. Here is a principle that is solid and immovable. Itt egy alapvető és változhatatlan alapelvről van szó. Jesus says in John 3:6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. That cannot change. Itt azt mondja a hatodik versben Jézus, hogy ami a testtől született, test az. In other words, ami a lélektől született, lélek az. In other words, those who are born from Adam has the life of Adam, no other life. Más szavakkal elmondva, akik Ádámtól születtek, azokban Ádám élete van. And so, that which is flesh according to this. Vagyis ez szerint, az ige szerint, ami testtől született, test az. With that established, let's now look at the consequences. What really happens to those who are born from Adam? Most, hogy ezt már megalapoztuk, nézzük meg, mi a következménye annak, hogyha valaki Ádámtól született, hogyha testtől született. Ephesians chapter 2. Nézzük meg Efézus levél második fejezetét. Ephesians chapter 2 gives us let's take verse 5 first. Olvassuk el először az ötödik verset. Verse 5 says, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ, by grace are you saved. Minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt. Let's look at verse 3. Megelevindett együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. In fact, you know what, let's take 1 to 3. Olvassuk el ezután az elsőtől harmadik verseket. And you are the quickened who were dead in trespasses and sin, wherein in times past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversations in times past in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Titeket is megelevenített, akik holtatok voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor egy világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiéiben munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, ami testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haraknak fiai voltunk, mint egyebek is. This was all we were by nature. That's what the word says? Nature? By nature. Ezek voltunk, csak ezek voltunk, természet szerint. By nature we were the children of wrath. By nature we were the children of disobedience. By nature... Hát azt mondja, hogy természet szerint haragnak fiai voltunk, és természet szerint engedetlenség fiai voltunk. By nature, when we would do good, evil is present. Természet szerint igaz volt ránk, hogy bár szerettünk volna jót tenni, de gonoszt tudtuk csak cselekedni. Let's look at another verse in Jeremiah. Jeremiah chapter 13 has a verse over here. Jeremiah 13. Nézzük meg Jeremiás próféta könyvéből a 13. fejezetet is. Let's look at verse 23. Nézzük meg, mit mond a 23. vers. Verse 23 says this. First there's a question.
Can the Ethiopian change his skin? Or the leopard his spot? 13:23. Tehát itt egy kérdés. Can the Ethiopian change his skin? Can the black man become white? Itt egy kérdést tesz fel. Elváltoztathatja a bűrét a szerecsen? Vagyis a fekete ember lehet-e fehéré? Yeah. I guess so. Did I hear a yes? No. Oh, okay, I'm sorry. Ugye nem. Ez a jó válasz, hogy nem. But he's making a point by asking these questions. Itt valamit mondani akar ezekkel a kérdésekkel. And here's the point he's making. He says, then may you also do good that are accustomed to do evil. És ezt akarja velem mondani. Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok. This is a great point, established here. Itt egy nagyon fontos alapelvről van szó. As impossible as it is for a black man to be a white man, or for a leopard to become a lion. Ugyanolyan lehetetlen az, hogy megváltoztassa egy fekete ember a bőre színét fehérre, vagy hogy egy párducból oroszlán legyen például. So what we see here is an impossibility as long as you are born in Adam. Do you see that? Ugyanúgy lehetetlen a gonosz embernek jót cselekedni, amíg az ember Ádámban van. And so the issue is not for those who are constantly doing evil to be sent to a rehabilitation center. Tehát azoknak, akik a gonosz fogságában vannak, a gonosz cselekvésének fogságában vannak, nem az a megoldás, hogy rehabilitáljuk őket, és szanatóriumba küldjük gyógyulni őket. And to teach them how to do good. Hogy megtanulják, hogy hogyan cselekedjék a jót. What they become really are hypocrites. Ezzel csak képmutatókká tennénk az embereket. You're trying to make hypocrites out of sinners. Képmutatókat tennék a bűnösökből. You know, when we were growing up, as children, when we were growing up, amikor mi felnevelkedtünk gyermekekként, we had a cat. Nekünk volt egy macskánk. This cat loved to catch rats. Ez a macska nagyon szeretett patkányokat fogni. But he had a bad habit. De volt egy rossz szokása is. Every time he would catch a rat, he would eat the head. Minden alkalom, amikor megfogott egy patkányt, megette a fejét. And then he would bring the body of the rat and leave it at the doorway. És aztán elvonszolta a holttestnek a maradékát, és ott hagyta az ajtóban. I'm sure this cat just wanted to let us know that he was doing his duty. És én azt gondolom, hogy ez a cica nem akart más, csak szerette volna, hogyha mi is értékelnénk, hogy végzi a dolgát. But we became so upset with this cat. De mi annyira megmérgesedtünk, megharagudtunk erre a macskára. We started beating the cat. Stop putting the rats here. Hogy elkezdtük verni, hogy hát mit hozod ide ezeket a patkányokat? This cat got confused. És aztán ez a macska összezavarodott. See, he didn't know whether it was the killing of the rat that we were beating him for. És nem tudta eldönteni, hogy vajon azért verjük őt, mert megöli a patkányt. And so eventually he stopped killing rats. Úgyhogy végül az lett, hogy utána nem ölt patkány, nem fogott patkányt. But he lived in turmoil for the rest of his life. De az életének a végéig iszonyú zűrzavarban élt. He would be in the room with us. Volt úgy, hogy ott volt velünk a szobában. And he sees a rat goes. És aztán látta a patkányt. And his ears would go up. És aztán felállt a füle. And his tail would go behind. És a farka pedig hátra nyúlt. But he would never attack the rat. De nem támadta meg a patkányt. Because the beating. Mert meg lett verve. He was afraid of the beating. És félt a veréstől. And so in his heart there was nothing as sweet as a rat's head. És az ő szívében semmi más nem volt olyan kívánatos, mint egy patkányfej. But the beatings were much harder. De a verés a sokkal erősebb volt. And so I find that sometimes sinners are this way. És azt gondolom, hogy a bűnösök nagyon sokszor ugyanígy vannak. They try to do good even though in their hearts they want to do evil. Próbálnak jót tenni, annak ellenére, hogy a szívük folyamatosan a gonoszon jár. This is not salvation.
nem ez az üdvösség, ez this is, nem üdvösség. This is not what Jesus promised. Jézus nem ezt ígérte. So then, where is our real problem? Is our real problem the actions that we do? Akkor hol van a mi valódi problémánk? Az, amit teszünk? No! Our problem is deeper than our actions. A problémánk mélyebben gyökerezik a tetteinknél. Our problem is the life that we have. Az a problémánk, az az élet a problémánk, ami bennünk van. Why does a dog bark? Miért ugat a kutya? Why doesn't he bray like a donkey? Miért nem nyihog, mint egy szamár? Why doesn't he moo like a cow? Miért nem Igen, tehát miért nem ad olyan hangot, mint egy tehén? The reason is the nature he has. Az oka mindenre az a természet, ami benne van. The life he has, is a dog's life, a dog's nature. Az az élet, ami benne van. A kutyának kutya természete van. Kutya? Tehát az élet egy kutyáj. His heart is too graphic. Okay, that's it. Therefore, our real root fundamental problem, the sinner's problem is the life he possess. Tehát a legalapvetőbb problémánk nekünk bűnösöknek az, hogy az az élet, ami bennünk van. We don't need instructions on what and how to do right. Tehát nekünk nem arra van szükségünk, hogy valaki tanácsokat adjon nekünk, vagy megmondja nekünk, hogy hogyan kéne jót cselekedni. What we need is a new life. Amire szükségünk van, az egy új élet. In fact, let's look at what Paul says in 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15 and verse 22. Nézzük csak meg, mit is mond Pál apostol 1 Korintus 15-ben. A 22. verset olvassuk. Paul says in verse 22, for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Ezt mondja, mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. So notice, he says, all who are in Adam, meaning all who possess the life of Adam, that's the way you are in him, by his life. És vegyük észre, hogy mit mond itt. Azt mondja, hogy amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, vagyis azok, akik Ádámban vannak, nem mások, mint akik Ádám életével rendelkeznek. So, Ádámban lenni, Ádám életével rendelkezni, ezt jelenti. As long as Adam's life is in you, it is working death in you. Tehát azt mondja, hogy amíg Ádám élete bennünk van, addig az halált munkál bennünk. So what we need is another life. És ezért egy új életre van szükség. Look at verse 45. Nézzük csak meg, mit mond a 45. vers. And so it is written, the first man Adam was a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Így is van megírva, lett az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám pedig megelevenítő szellemi, vagy megelevenítő lélekké. So notice what this says. This says, see, it brings in the other Adam, right? Látjuk, hogy itt behozza a másik Ádám? Last Adam. Yes. The first Adam. Tehát az első Ádám was a living soul, it gave life to us. Ő egy élő lélek, egy élő lény lett. Ő életet, az életét tovább tudta örökíteni. But the life we received from him was already condemned, dead and dying. De az az élet, amit továbbadott, az már meg volt romolva, kárhozat alatt volt, és haldokló állapotban volt. All that this life produced in us was evil and dead works. Amit ez az élet létre tudott hozni bennünk, az csak gonosz volt és holt cselekedett. Now it says the last Adam is a quickening spirit. It's a life-giving spirit. That's what it is. The last Adam, he says, is a life-giving spirit. Viszont azt mondja, hogy az utolsó Ádám pedig egy megelevenítő lélek. And that is what in Matthew chapter 1, And we don't have to turn here. Matthew 1 verse 21. The angel appeared unto Mary, and he said unto her, Thou shalt call his name Jesus,
For he shall save his people from their sins. Mert amikor az angyal megjelent Máriának Jézus születése előtt, akkor ezt mondta neki, hogy és hívják nevét, vagy hívjátok az ő nevét Jézusnak, mert ő menti meg az ő népét az ő bűneikből. According to what this says, the mission of Jesus, the mission of the last Adam's purpose for coming to the world was to save us from our sins. Ez szerint az ige szerint az utolsó Ádám, vagyis Jézusnak a feladata nem volt más, mint hogy megmentse minket a mi bűneinkből. No, my next question is this. How did we receive the life of Adam, the first Adam? Akkor a következő kérdésem ez. Hogyan nyertük el az első Ádám életét? How did we receive the life of this first Adam? Hogyan nyertük el az, ennek az első Ádámnak az életét? We were born. Megszülettünk. So as long as you're born, then you receive this life. Tehát ahhoz, hogy elnyerjük ezt az életet, elég megszületni. How do we then receive the life of the second Adam? És hogyan nyerjük el a második Ádám életét akkor? We have to be born again. Újjá kell születnünk. Ilyen egyszerű. The way you receive any of these life, you must be born. The first life you must be born to receive it. The second life you must be born again to receive it. Tehát az első és a második életet és születés útján kapjuk meg. Az első élet elnyeréséhez is meg kellett születnünk, és a második élet elnyeréséhez pedig újjá kell születnünk. And that is what Jesus said to Nicodemus. Jesus says, except a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. És Jézus pontosan ezt mondta Nikodémusnak, amikor azt mondta, hogy ha valaki nem születik újjá, nem láthatja az Isten országát. And so, how does Jesus give us this life? Akkor hogyan adja nekünk Jézus ezt az életet? What is the process by which we were born in the first Adam? Hogyan? What produced that birth? Hogyan is születtünk az első Ádámban? Milyen folyamat volt ez? A physical combination, yeah. Right? Tehát ez egy egyszerű testi folyamat volt. I don't want to get too graphic, so let's leave it. De talán ebben most nem menjünk részleteiben bele. What is it that produces the second life? Mi az, ami a második életet létrehozhatja bennünk? A spiritual combination, right? Ez egy lelki összekapcsolódás. Because what we're dealing with is a spiritual problem. So the solution must be on the spiritual level. Mivel itt lelki problémáról beszélünk, ezért a megoldásnak is lelki megoldásnak kell lennie. Let's look at John. Let's look at John 1. John 1, I'll just read a verse for you quickly in John 1. Nézzük meg János evangéliumából az első fejezetből egyikét. John 1 and verse 12 says this. John 1 and verse 12. A 12. vers így szól. It says, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. So how do we receive this new life? Tehát hogyan nyerjük el ezt az új életet? By receiving him. Azáltal, hogy befogadjuk őt. But as many as receive him, how do we receive him? De valakik, akik befogadták őt, de hogyan fogadták be? John 3:16. János 3:16 mondja ezt. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him will not perish, but have everlasting life. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, örök élete legyen, és el ne vesszen. What I find amazing is verse 18. Számomra a legdöbbenetesebb a 18. vers. John 3:18. János 3. fejezetének 18. verse. In John 3:18 it says this. He that believeth on him is not condemned. Ezt mondja a 18. vers János evangélium a 3. fejezetében, aki hisz ő benne, el nem kárhozik. But he that believeth not is condemned already. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. Now think about that. Gondolkozzunk csak erről. For you to receive this new life,
you must believe that God has freely given it to you. Ahhoz, hogy elnyerjük ezt az új életet, ahhoz el kell hinnünk, hogy Isten ingyen adja ezt számunkra. Just like you freely received the first life. Ugyanúgy, mint ahogy ingyen kaptuk az első életet is. You freely received the second life. Ingyen kapjuk ezt a második életet is. You must believe, you must have the spiritual union. El kell hinnünk, hogy ebben a lelki egyesülésben részesülhetünk. It's called belief or faith. Ezt elhívésnek vagy hitnek mondja a Biblia. Because according to what the verses say, in this new or this last Adam, in this last Adam there is everlasting life. Mert ezek az igék azt mondják nekünk, hogy ebben az utolsó Ádámban, ebben a második Ádámban örök élet van. Now we read where when you are in the first Adam that your life is corrupt, condemned and all your works are evil by nature. Tehát az első Ádámról azt olvastuk, hogy az ő benne lévő élet az beszennyezett, kárhozat alatt van, és minden cselekedete gonosz és holt cselekedet. What are the changes then that takes place when you receive the new life? No, de akkor milyen változás áll be az új élet elnyerésekor? The first is in Romans chapter 10. Let's go to Romans 10 quickly. Az első ilyen változást a Róma levél 10. fejezetében találjuk. And I must finish in 5 minutes. És sajnos lassan be is kell fejezni. In Romans 10 and verse 4, a Róma levél 10. fejezetében a 4. verset olvassuk el. It says, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe it. Okay. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Ez a 4. vers. Now think about that. He says, Christ is the end of the law. What does that mean? Itt azt mondja az ige, hogy Krisztus a törvény vége. All mit ez alatt? The law that stood before you that was telling you always to do good when you could not. A törvény, ami eddig előttünk volt és megmondta nekünk, hogy mi a jó, de nem tudtuk megcselekedni. Christ comes inside of you now. Most jön Krisztus, belénk költözik. And when Christ comes inside of you, you are now righteous. És amikor Krisztus belénk a szívünkbe költözik, akkor most már igazak vagyunk, igazságosan élünk. You begin to do good naturally. Természet szerint az igazságosságot cselekedjük. Because of this new life that is in you. Azáltal az új élet által, ami most már bennünk van. So, what my version says is the end of the law. What does your version say? The word end really means is the purpose or the goal of the law. It's Christ. Itt a törvény vége kifejezésnél ez a vég szó, ez azt is jelenti, hogy a törvénynek a célja Krisztus. I mean, what we really need, we don't need instructions in right doing. What we need, what the entire world need is Christ. Vagyis azt mondja ezzel, hogy nem pusztán utasításokra és tanácsokra van szükségünk, hanem az egész világnak magára Krisztusra van szüksége. And anytime we receive Christ, the struggle is over. És hogyha befogadjuk Krisztust, akkor a küzdelem véget ér. The war that is inside of us is over. The war. Na, tehát a háború, ami bennünk dúl, véget ér. And we begin to naturally do what God requires. És természetszerűleg képesek vagyunk azt tenni, amit Isten elvár tőlünk. If you think that is far-fetched, let's look at another verse. Hogyha azt gondoljuk, hogy ez túlzás, akkor nézzünk meg egy másik igét. Remember, Brother David quoted 2 Corinthians 5:17, where he says, any man who is in Christ is a new creature. A David is idézte már 2 Korintus 5-ből azt az igét, ami így szól, aki Krisztusban van, új teremtés az. And that is a fact. És ez tény. Because he goes on to say, all things are passed away, and behold, all things have become new. Mert így folytatja, hogy a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Look at Romans 8 and verse 1. De nézzük meg Róma levél 8. fejezetéből az első verset. Romans 8 and verse 1 says, there is therefore no condemnation to them who are in Christ Jesus. Ezt mondja, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Who walk
not after the flesh, but after the spirit. Akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Who are born not after the flesh now, but after the spirit. Vagyis akik nem test szerint születettek, hanem lélektől születtek. And Jesus says, that which is born of the spirit is spirit. Mert Jézus azt mondja, ami lélektől született, lélek az. Don't mistake it. That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the spirit is spirit. Ne keverjük tehát össze, ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. If you are born once, you are flesh. Hogyha egyszer megszülettünk, ha valaki csak egyszer született, akkor test az. You cannot do good. There is a struggle, even if you pretend to do it. Nem tudunk jót tenni akkor, még akkor sem, hogyha próbáljuk. Hiába is teszünk úgy, mint hogyha képesek lennénk jót tenni. That which is born of the spirit is spirit. Good becomes your nature. Ami azonban a lélektől született, lélek az, és természetszerűleg képes a jót tenni. And it's amazing because you'll find that when you are born of the second Adam, you don't even live on earthly plane anymore. You live in heaven. És ez egy döbbenetes igazság, mert aki a második Ádámban van, aki a második Ádámtól született, az már nem ezen a földi síkon mozog, hanem a mennyben. Your heart, your mind is not on temporal things, it's not on the physical anymore. A szívünk és a gondolataink már nem a földi dolgokhoz kötődnek, hanem a mennyeieken gondolkodnak. Your heart now begins to live in heaven. A szívünk a mennyben él már. And the things of heaven become yours by right. És a mennyi dolgok pedig jogszerint megilletnek minket. You are no royalty. Már királyi vér folyik ereinkben. You are no a child of God. Isten gyermekei vagyunk. And I say hallelujah for that one. És én erre azt mondom, hogy hallelujah. Because you can have this life right at this moment. Mert most ebben a pillanatban is a miénk lehet ez az élet. But only if you're tired of your old life. De csak akkor, hogyha már meguntuk a régi életünket. Only if you see the condemnation in it and you cannot help yourself. Hogyha látjuk, hogy mennyire elítélt és kárhozatra méltó az az élet, és már teljesen megelégeltük. That is your position tonight. Hogyha ma este így érezzük ezt, then the call of this last Adam is come. Akkor te neked így szól az utolsó Ádám hívása, jöjj! Come unto me, all that have labored and are heavy laden. Jöjjetek én hozzám, mind akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. And he says, I will give you rest. És én megnyugosztlak titeket. So you can find rest tonight, beloved. You can find rest to your souls. És ezért akár a mai estén is nyugalmat találhatsz a te lelkednek. You can live in heavenly places. Mennyei helyeken járhatsz. You can live in Jesus. Jézus Krisztusban élhetsz. Can you believe that? Hiszed ezt? El tudod ezt hinni? That is all he asks you to do. If you can only believe, it is yours. Csak ennyit szeretnék kérni, hogy ezt el tudd hinni, hogy ez már most a tiéd lehet. Right at this moment. Ebben a pillanatban is akár. I thank God for this salvation. Én dicsőítem Istent ezért az üdvösségért. And I can only offer to you tonight. És ma este is csak ezt tudom neked felkínálni. If you'll accept it, hogyha elfogadod, it is yours. Akkor a tiéd. Do we want this life tonight? Akarod ezt az életet ma? I want this life. Én akarom. Let us pray. Imádkozzunk. We're very thankful, our Father. Atyám, nagyon hálásak vagyunk neked. For the life you've given us in your Son Jesus. Mert te életet adtál nekünk a te fiadban, Jézusban. We finally admit that this is the answer to our problem. Látjuk már, hogy ő a válasz a mi problémáinkra. Give us faith to believe this, Lord. Give us faith to accept what you say. Te adj nekünk hitet, hogy el tudjuk ezt hinni, és el tudjuk hinni mindazt, amit mondasz. So that we may receive this life. Hogy be tudjuk fogadni ezt az életet. Tonight. Ma este. I pray for all those who have listened to your words tonight.
imádkozom mindazokért, akik meghallották a te szavadat. And you know each heart that is bowed before you. És te minden szívet ismersz, amely meghajolt te előtted. You know the struggles that is going through our lives. Te tudod azokat a próbákat, amelyek ami életünket sanyargatják. If there's any soul tonight, Lord, that believes this truth. Hogyha van most itt olyan lélek ebben a teremben, aki elhiszi ezt az igazságot, Urunk. May you fill them with yourself. Akkor te töltsd meg azt önmagaddal. We ask in Jesus. Jézus nevében kérjük. Amen. Amen.